A Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban alakult, és azóta tevékenykedik a helyi németségért és szervez programokat. Júniusban a Német Nemzetiségi Horgászversenyt harmadik alkalommal rendezték, Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egykori elnöke emlékére. Szeptemberben pedig a lassan veszendőbe menő sváb szakmákat mutatták be a ma is aktív mesteremberek. Az önkormányzatunk 5 tagú, és igen, sok pályázatot adunk be évről évre. A 21-es évre is 10 darab pályázatot adtunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-hez, ebből 5-öt megnyertünk. Ezekből gyerekprogramokat szervezünk, hagyományápoló foglalkozás sorozatokat, német nyelvű mesedélutánokat tartunk a gyerekeknek. A szakmák napját ebből a pályázatból finanszíroztuk az ősz folyamán, úgyhogy igen sokrétű a tevékenység, amit végzünk. Azzal, hogy minél több gyerekprogramot szervezünk, ezzel próbáljuk a fiatalokat is, a fiatal szülőket is bevonni abba, hogy minél többen megismerjék és ápolják ezeket a hagyományokat. Mind a horvát, mind pedig a német nemzetiségi önkormányzatok segítségével tudjuk a programjainkat szervezni, illetve az önkormányzat is, nagy önkormányzat is sokat segít a nemzetiségi önkormányzatainknak a programszervezésben, helyiségbiztosításában. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az a fontos, hogy Pogány lakossága minél szélesebb körben legyen programokkal, lehetőségekkel kiszolgálva, és ezért aztán mindannyian együtt dolgozunk ezen. A település önkormányzata a Teleki Alapítvány népi építészeti programján pályázott és nyert egy tájház létrehozására 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Ez egy nagyon lepusztult, eredetileg horvát ház volt, amelyet megvásárolt az önkormányzat, és hát saját erőből nehézkesen tudtuk volna ezt a projektet véghez vinni. Így aztán a Teleki Alapítvány népi építészeti programjába sikerült nyertes pályázatot benyújtanunk. A teljes felújítási költség 24,7 millió volt, és ebből 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Teleki Alapítványtól, amelynek hát mint ahogy látszik is, meg is lett a látszatja. Rendkívül rossz állapotot örököltünk, de most egy teljesen használható, szerkezetileg is felújított épületet nyertünk. Szobák természetesen megmaradnak a maguk kialakításában, de padozatot és hát a falazathoz is hozzá kell valamelyest nyúlnunk. A sváb szobát a Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezi be a felajánlásként érkezett bútorokkal, emléktárgyakkal, ruhaneművel. A berendezés az a korábbi években összegyűjtött régi német ruhák, berendezési tárgyak gyűjteményéből adódik majd, és hát a célunk az, hogy minél szélesebb körben megismertessük azt, hogy milyen volt a pogányi németek régi élete. Felajánlásokat mindig szívesen fogadunk. Igazából nem lehet elég anyag arra, hogy bemutassuk, hogy mi volt régen, hogyan éltek régen. A három nemzetiségi szobán kívül közösségi teret, valamint ha a következő pályázat is sikeres lesz, Pajta Színházat is kialakítanak a Petőfi Sándor utcai ingatlanban. A legnagyobb átalakítás az a mellettünk lévő istálló és pajta épület lesz. Itt egy közösségi teret szeretnénk létrehozni, illetve itt a pajtából egy pajta színház kialakítását tervezzük. A színház maga a pajta belseje lenne, és a nézők pedig itt az udvarban kialakított térburkolata ellátott területen foglalnának helyet. Ez az elképzelésünk. Erre nyújtottunk be ismét egy pályázatot a Teleki Alapítványba, amelynek az eredményét izgatottan várjuk. Természetesen igyekszünk a költségvetési forrásokat is elkülöníteni, és hát amennyiben lehetséges a legfontosabb belső átalakításokat megtenni, hogy
hogy ez a ház élővé váljon, és ez a legfontosabb, mert a bemutató helyiségek meglétén kívül mi nagyon nagy szerepet szánunk annak, hogy egy élőház jöjjön létre, nem csak egy kulcssal rendelkező múzeum, hanem ezek a terek arra is alkalmassá válnak, hogy akár a nemzetiségek, akár a település nem nemzetiségekhez tartozó lakói egy teret kaphassanak a közösségi létük megéléséhez. A tájház belső átalakítása, aminek a nyertes pályázat megléte a feltétele, 2022 nyarára készülhet el.